Dobra vécsán lépem, WC-csésze fejű Bartos újra cselenkezett. Nagyba, úgyhívál, tegnap volt egy marha nagy csidejom, és elmondtam, hogy a nagyon sok nő most el van azzal is foglalva, hogy Szabolcs felé megy a vonat, a Szabolcsi füstös vonat nyeghez, ugye a régi ködbent dálom. El van azzal foglalva, szülni akarok, szülni. Mi az apád faszára akar szülni, bazd meg? Jön a harmadik világháború, már itt, nem, hogy már itt vagyunk benne, bazd meg. Mit akar szülni? Mit akar szülni? Anyád, nagyban mire akarod a gyereket? Jó, beült egy fiú, 13 éves, mert ugye tegnap azt mondtam, hogy úgyibár, hogy mit tudom én mondjuk, ezek a gyerekek, akik most vannak, 13-14 évesek, bármilyen fájdalmas is, ha nem ölék bartosisták, sajnos nem fogják megérni a 18-20 évet. És mikor látok nagyban ilyen kis gyerekeket, stb. Nagyban, nagyban elfacsarodik a kis szívem. Kis szívem elfacsarodik, hogy sajnos ezeknek nem lesz életük, mert nagyba lesz a háború, és a háború kegyetlensége jelviszik őket. Fölírtam gyorsan pár dolgot, és esik a hó, úgyhogy lehet, hogy máma megint így jelentkezek így rendkívüli hómunkásnak. Tehát, hogy elviszi, elsodorja őket a ízé. Nagyba a csáramlat. Esik a hó épp egyébként, most kifogtuk egyébként csákos. Na, egyébként most ő eléggé belelöndült. Na, a kurva életbe má! Hogy tovább kutyába teszegetem el ízékat, ezeket a gyalófaszokat, amire fölírtam pár fontos dolgot, és nincs meg, bazd meg. Nincs! Nincsenek meg a Bartos nagy jövő. Ekkerve életbe vagy, lehet, hogy már meg... Na mindegy. Tehát az az egésznek a lényege, hogy igen, valójában gyűnni fog a harmadik világháború, és nem, hogy gyűn már el is kezdődött, stb. Na, végre meg vagy a kurva anyádat, én gyerek tiporna, átra! Itt a büntetés. Azt mondja, másik, befejezvén, ugyebár már mondtam, hogy befejezem azt, is, hogy csőiskolással beszélgettem, jó múltkorjába, és nagyban mondja a csőiskolás, hogy tanulok, közgazdász leszek, anyám picsa. Mi a kurva anyádnak leszel közgazdász? Minek tanulsz bármit is? Minek mész murisztikai szakra, meg anyád picsájára? Erre a kis időre minek tanulsz, bazd meg? És akkor azt mondja, mondom, meg minek kell egyáltalán, mondom, tovább tanulni? Hát azt mondja, hogy, mert hát tudom, mondom, miért nem mész el, mondom, cipőgyárba, vagy ide-oda dolgozni. Azt mondta, hogy, és nagyon jó mondta, tehát én is tanulok ám mindig, azt mondta egyébként nekem, hogy azért, mert azt mondja, hogy a kínaiak behozták ruhákat, cipőket, tönkretették a izékat, ezeket a cégeket, gyárakat, a gangsterváltáskor, és akkor mi a fasznak menjen el izéba, bármilyen, mert nem is tud egyébként elmenni. Tehát nem tud elmenni amúgy. Tehát most megértem, de nyárkostuló. Most meg már esik a hó, tehát ez már télkostuló. A nyárkostulót megnézhetitek a frutyúban, hogy készül. És az egésznek a lényege, hogy tehát annyit mondott, hogy minek menjen el. Másik fontos dolog, még azt picsába tettem, és ez a gyerek azt mondta, ez a 13 éves gyerek, hogy ő bizony meg fogja a fölnőtt kort érni. Igen, valóban drukkolok neked a legjobbat, vagy a remény hal ki egyébként legutoljára. De viszont hosszabb a nap a kolbásznál, hogy viszont. Hát Bartos István kell élni, aztán kész. Azt hiszem egyébként, hogy Horváth Tamás kérdezi tülem, már többször kérdezte,
hogy hogyan készül a Bartolcs Cezárjó. Be kell ütni, de majd megmondom egyébként a Csákosnak, hogy slinkülje be. Be kell ütni, hogy Bartolcs bor alapanyaga, ez az egyik. A másik... Bartolcs Cezárjó. Ennyi a címe. A Frutyubon, Tyutyubon fönn van mind a kettő. Ennyi. Már elmondtam ezerszer, hogy mi készül. Meg a nyárkosztyúja is fönn van. Most meg majd egy vontok egy kis sört, ilyen aranyfácán, meg iszom nagyban nyárkostulót.